A polgárőrség megalakulásakor az országos sajtót kevéssé, a helyit annál inkább érdekelte az esemény. A 25. évfordulóra rendezett díszünnepségen Erdős Viktória, az OPS elnöki tanácsadója tartott előadást a polgárőrség és a sajtó kezdeti kapcsolatáról. 1991-ben az országos sajtót kevésbé érdekelte a polgárőrség megalakulása, viszont a helyi sajtó, a megyei sajtó, a városi lapok, a városi televíziók, rádiók örömmel fogadták ezt a civil kezdeményezést. 1991-ben Zsombor György megalapította a Polgárőr magazint, majd 1997-től már az országos sajtó is kiemelten foglalkozott a polgárőrséggel. Az országos sajtó véleményem szerint azért nem foglalkozott kiemelten ezzel a megalakulással, a polgárőrség megalakulásával, mert a kormányzati szervek is távolságtartóan és bizalmatlanul szemlélték a polgárőrségnek az első lépéseit. Attól tartottak, hogy politikai célból jöttek létre ezek az egyesületek, és hát tulajdonképpen meg kellett győzni a politikai vezetést, az állami vezetést és a sajtót is arról, hogy közbiztonság védelme a bűnözés megelőzésére alakultak meg ezek az önvédelmi szervezetek, ezek az önvédelmi csoportok. Majd 1997-től lehet tapasztalni, hogy az országos sajtó is kiemelten foglalkozik a polgárőrséggel. A sajtó folyamatosan írta, hogy hát így kéne meg a közbiztonság, téma volt. És akkor megalakult először az önvédelmi szervezetek országos szövetsége, az ÖSZOSZ ez volt a neve, tehát különböző területek a levő önvédelmi csoportok vezető összejöttek és megalakultunk. Gyakorlatilag a sajtó először ugye nem tudott ezzel mit kezdeni. Voltak olyan vélemények, hogy itt az új önkéntes rendőrség vagy munkás, tehát győzük nem volt róla, hogy ez micsoda. És kiderült, hogy ez arról van szó, hogy a civilek a reakció arra, hogy ne törjék fel az autót, ne törjenek be, csak megszervezni éjszaka sétált a kutyások, hogy az autó feltörjék. Tehát ilyen spontán dolgok jöttek létre. És szerencsére az akkori rendőri vezetés abszolút rájött arra, hogy ezt nem szabad nagyon elengedni, hogy ne ilyen szabad csapatok legyenek, hanem rendőrségi, szigorú rendőrségi együttműködéssel és segítséggel, hogy a még szorosabb legyen a rendőrökkel az együttműködés, tehát a törvényességi felügyelet rendben legyen, tehát, és akkor megalakult 1991. áprilisában a magyar, hát az Országos Polgárőr Szövetség, Dr. Kopácsi Sándort választották meg akkor elnöknek, és akkor rögtön egy ilyen keretet adott a rendőrségi együttműködés. A polgárőrség életében fontos szerepet tölt be a Polgárőr magazin és a Polgárőr rádió mellett az ops.hu weboldal is. Megújult az OPS honlapja múlt évben, arculatilag és szerkezetileg egyaránt, www.ops.hu honlapon tekinthető meg Lövinger Zoltán webfőszerkesztő áldozatos munkájával, aki egyben a Facebookot is kezeli. 15 ezer látogatója van napi szinten a Facebooknak, a weblapunknak pedig 350 ezer felett éves szinten. Polgárőr magazin is megújult 2014-ben, új szerkezeti struktúrával és arculattal, havilapként 3000 példányban jelenik meg. Az eddigi 28 oldal helyett már 36 oldalon kapnak helyet a polgárőrség hírei. Napjainkban pedig azt mondom, hogy a sajtó hozzájárult ahhoz, hogy a polgárőrség felemelkedett, és egy ilyen fantasztikus, egységes civil szervezetté vált.